Akik hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat. A Jónás könyve 2. fejezet 9. verséből idézem Jónás próféta imájából egyébként ezt a nagyon megrendítő verset, hogy akik hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat. Mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságból magát kirekeszti. Babits Mihály, a Jónás könyvének a költője, így teremtette újjá ezt a Biblia verset. Igen, mert a Jónás könyvéből, Babits Jónás könyvéből ne csak azt jegyezzük meg, hogy vétkesek közt szinkos, aki néma, igen, ezt sokan idézzik, meg tankönyv részlet és idézet, de azért van ilyen a Jónás könyvében, hogy aki nem akar szenvedni, kétszer szenved. És igen, van még ilyen is a Jónás könyvében, hogy akik hazugságra ügyelnek, azok elhagyják boldogságukat. Ne ügyeljünk hiú bálványokra tehát. Minden bálvány, amit Isten elé helyezünk, könnyű megjegyezni. Bálvány lehet a pénz, ó, korunk egyik legnagyobb bálványa, bálvány lehet a vagyon, bálvány lehet a hírnév, bálványok lehetnek az élvezetek, de bálvány lehet a férjed, a feleséged, a gyermeked, az unokád, ha Isten elé helyezed, és nem Isten szeretetével, és nem Isten igazságával fordulsz hozzá. Mert Istenben az a kettő egy, a szeretet és az igazság az egy. És ha te majom szeretettel szereted az unokádat, gyermekedet, férjedet és feleségedet, és a barátaidat, hát mindaz bálvány méghozzá, elég nagy bálvány, sokszor nagyobb is, mint a pénz bálványa. Akik hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat. Milyen megdöbbentő Biblia vers ez, elhagyni a boldogságot. Mert Isten fut mindenünk után, Isten mindenkit boldoggá akar tenni. Jézus, amikor szóra nyitotta ajkait a hegyi beszéd első 8 kijelentését, már így fogalmazta meg, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják majd a földet. És így tovább, és így tovább. Hát Jézus világosan jelez, hogy ő azért jött a földre, nem csak azért, hogy megváltson, hogy kiemeljen a mélységből, a szakadékból, a gödrökből, ahogy szokták mondani, hanem hogy ezáltal boldoggá tegyen bennünket, mert az élet, ha nem boldogságban éljük meg, nem is élet. És a boldogság az olyan ajándék, olyan hatalmas dolog, amit csak Isten adhat mindannyiunknak, nem magunk szerezzük a boldogságot. Ne úgy, mint a mai prózaírónk mondja, hogy tudjuk ugyan, hogy boldogságra vagyunk teremtve, de beírjuk az örömökkel, ezért hajhásszuk az élvezeteket. Félelmetes meglátása ez Eszterházi Péternek. Mert erről van szó. Az ember magának akarja biztosítani a boldogságot. Maga akarja, mint egy gesztenyét kikaparni a boldogságot. Magunkat szeretnénk megajándékozni a boldogsággal, pedig tudván tudjuk, hogy a boldogság hatalmas dolog, embernél nagyobb dolog, az csak az adhatja nekünk, aki teremtett bennünket, és olyan módon, szabályszerű módon, ahogy a boldogság törvényszerűsége igényli. Akik hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat. Már sokszor az is előrelépés a boldogsághoz vezető úton, hogy hamis dolgokat ne keressünk, hazug dolgokat ne keressünk, bálványokat ne hajkurásszunk. Már ez is óriási megszabadulás, hogy majd üres kézzel
elfogadjuk Istennek nagy ajándékát, csak az üres kézbe fér bele ez az óriási ajándék, a teli kézbe, a limlomokkal, a pótlékokkal, hogy a német mondja, az erzácokkal, teli kézbe nem fér bele az a tökéletes boldogság, mint amit Isten mindannyiunk számára készít. Jegyezzük meg tehát Jónás könyve 2:9 és Babits Mihály költeményének megfogalmazásával, hogy aki éltét hazugságba veszti, a boldogságból magát kirekeszti.